Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket. Most ebben az adásban kivételesen egyedül leszek, mert egy olyan érdekes, de félig meddig tabunak számító témát vetek föl, ami a keresztények számára érdekes és fontos, az, hogy hol is van a Golgota, a Koponyahegy, ahol a megváltót megfeszítették. Ma a keresztény hagyomány úgy tartja, hogy Jeruzsálem falain belül van az a hely, ahol Jézust annak idején keresztre feszítették a rómaiak. Csak hogy a Lukács evangéliumban egyértelműen az van leírva, hogy Jézust a Koponya hegynél, a városfalon kívül feszítették meg. Ám a keresztény hagyomány arra a városfalon belül elhelyezkedő helyre építkezik, ott épült föl a Szent Sír Székesegyház, ami minden egyház hagyománya szerint az a szent hely, ahol Jézust az úgynevezett Koponya hegyen megfeszítették. Ezzel szemben egy angol ezredes, a Gordon ezredes a Lukács evangélium nyomán elindulva körbenézte még az 1900-as évek előtt Jeruzsálemet, és véleménye szerint, ami szerintem is nagyon valószínű, megtalálta azt a helyet a városfalon kívül, ahol a megváltót megfeszítették. Megmutatom ezt a fényképet, több nincsen belőle, ami 1900-ban készült. Képzeljük el, hogy 1900-ban még olyan kicsi volt Jeruzsálem, hogy gyakorlatilag a városfalon kívül nem létezett település. Látjuk a damaszkuszi útról készült felvételt, itt mennek el a tevék előtte. És bizony itt látjuk azt a dombot vagy hegyecskét, aminek egy része valóban a Koponya hegyre, egy koponyára emlékeztet, látjuk a két szemet, és közte az orrot, sőt, alatta is egy szájmaradvány van. Ezt ma, ha elmegy valaki Jeruzsálemben, ezt a helyet megtalálja, de Jeruzsálem már nagyon nem ilyen, az egy lüktető nagyváros, a városfalak mentén villamosok döngetnek, óriási az autóforgalom, motorbicikli. Ez egy lüktető nagyváros, már egyáltalán nem emlékeztet arra, ami Jézus idejében lehetett, és azt is tudni kell, hogy az az út, amin a Via Crucis, amin Jézus esetleg végighaladt a Golgota felé, biztos, hogy nem ott van, ahol most a zarándokok végigjárják, hiszen a rómaiak szisztematikusan, alaposan lerombolták a várost, kőkövön nem maradt szó szerint. Körülbelül 30 méternyi vastagságú rom halmaz alatt van az a szint, amin Jézus és kortársai a római időkben, hát egyben az időszámítás kezdetén járhattak. Körülbelül, tehát ásatások megtalálták azt a szintet, ahol annak idején Jézus és a tanítványok járkálhattak, messze a romhalmaz alatt, de aztán erre a romhalmazra persze a keresztes háborúk
Jeruzsálem további ostromai is rátettek. Szeretném megmutatni annak a kertnek a rajzát, ami ma is megtekinthető, nagy szerencsénkre egy anglikán protestáns alapítvány megvette ezt a helyet, ahol az a kert található, ami valószínűleg egy akkori jeruzsálemi gazdag embernek a tulajdona, Bibliában is benne van, és fénykép is készült tulajdonképpen arról a helyről, ami a sírhely. Ma is meglátható, fényképet tilos készíteni kegyeleti okok miatt, de azért tudok majd mutatni képet, és rekonstrukciók készültek arról, hogy hogyan is nézhetett ki a krisztusi időkben Jeruzsálem még a római pusztítás, rombolás előtt. Miért is kényelmetlen, miért is tabu téma ez? Egyszerűen azért, mert az egyházak a hagyományt tiszteletben tartva úgy gondolják, hogy a Szent Sír székes egyház biztosan az a hely, ugye, ahová özönlenek az zarándokok, ahol a megváltót keresztre feszítették. Ugyanakkor ez ellentétben van azzal, mint ami a Lukács evangéliumában le van írva. Tehát egyfajta titok őrzi, lengi körül azt, hogy hol is van a Golgota, ami azt gondolom, hogy a kereszténység egyik legszentebb, ha nem a legszentebb helye. Megvan Betlehemben is az a templom, ami alatt hát az a barlang van feltételezések szerint, ahol a megváltó született. Ezt a barlangot nem lehet meglátogatni, de egy kis lyukon keresztül, hát egy sötét üreget lehet látni, és a hagyomány azt mondja, hogy ott született Jézus. Ez lehet vitatárgya, de a Koponyahegy alakja nem. Ma egy nyüzsgő arab autóbusz végállomás van ott, dízelkorom jön állandóan az autóbuszokban, a buszokból rendkívül nagy a légszennyezés, láthatóan marja szét a kövezetet, de ismétlem, nem túl nagy fantáziával erről a képről föl lehet ismerni a koponya alakot. Nem azt írja a Lukács evangélium, hogy a hegyen, hanem a hegy környékén. Miért bizonyíték erre a Lukács evangéliuma? Ugye a rómaiak a keresztre feszítést elrettentésként használták, azért, hogy mindenki százszor is meggondolja, hogy rebellis-e, és mer-e olyan tettet elkövetni, aminek a következménye a keresztre feszítés. Tehát sokkal nagyobb valószínűsége van annak, hogy Jézust itt a damaszkuszi út mellett, a Koponyahegy vagy Koponyadomb alatt feszítették keresztre, és valóban ott onnan körülbelül 50 méteres távolságra megtalálható ennek a dombocskának a tövében az a sírhely, ahol hát egy hatalmas lapos kővel
lefedett barlang van, és az a barlang valóban, az a temetkezési hely valóban úgy néz ki, ahogy annak idején a zsidók temetkeztek. Tehát én azt gondolom, ez az én véleményem persze, hogy valóban megmaradt az a hely, ahol Jézust keresztre feszítették, és eltemették, és feltámadott. Lehet azon vitatkozni természetesen, hogy most a hagyomány az erősebb, vagy a Lukács evangéliuma. Én azt gondolom, hogy az utóbbi pontosabban írta le, mint amit a hagyomány megőrzött, mert hogy keletkezett ez a hagyomány? Az egyik bizánci császárné megálmodta azt, hogy hol is történt Jézus keresztre feszítése, és ez a városfalon belül volt. Volt abban egy kis hatalmi logika, hogy a városfalon belülre álmodta meg, mert ha arra a helyre építenek egy székesegyházat, azt holmi rablócsapat nem tudja tönkretenni, lebontani, míg a városfalon kívül bármi megtörténhet, és valóban meg is történhetett, hiszen hamarosan a bizánci birodalom elvesztette ezt a területet, muzulmán kézre került, majd a keresztesek visszahódították, majd néhány száz év múlva aztán újra arab kézre került, aztán újabb ostrom után török kézre került, aztán újabb háborúság után angol, majd palesztin, majd a zsidó állam területére került. Tehát hihetetlen viharos a sorsa Jeruzsálemnek, ezen belül is a fallal körülvett óvárosnak, mellesleg ezeket a falakat a törökök építették, de úgy tudom, hogy a régi városfalak, a régi városfalakat követte ez, tehát nem járunk messze egyáltalán a Lukács evangéliumától. Azt lehet tudni, hogy a Via Crucis, tehát az az út, amin a megváltott Pilátus palotájától, az Antónia erődtől, aztán a Koponya hegyhez kísérték, az nem lehet pontosan az, pontosan éppen azért, mert a romok borították Jeruzsálemet, és a romokat nem takarították el, hanem mindig a romokra ráépítkeztek. Jeruzsálem nagyon sok a romhalmazon épült, hihetetlen, turbulens, zavaros története volt, de a városfalon kívül mindig is léteztek kertek. És az egyik ilyen kertben a Koponya domb vagy Koponya hegy alatt volt az a kert, ami ezt a sírt tartalmazza, és valóban ebben a kertben olajliget lehetett, mint ahogy a környéken mindenütt, tehát találtak például ilyen olaj- vagy szőlőpréselésre alkalmas korabeli sajtót, aztán találtak egy víztárolásra alkalmas ciszternát, amit viszont lehet később a keresztesek építettek, de az egész hely, amit megtalálunk, az hasonlít arra, ami a Lukács evangéliumában szerepel. Ez a hely ma egy csöndes, kevesek által látogatott
ilyen ligetes hely, de sokkal inkább alkalmas arra, hogy átadjuk magunkat azoknak az érzéseknek, ami egy ilyen szent hely közelébe van, de nem ez az egyetlen hely a világon, ahol ezt az érzést át lehet élni. Tehát azt gondolom, hogy bármelyik falusi kálvárián, bármelyik templomban megélhető ez az érzés, de mégis ad egy hajszálnyi töbletet az a tudat, hogy történelmi talajt taposunk, történelmi szikla közelébe vagyunk, és láthatjuk annak a sírhelynek a bejáratát, ahová a megváltót eltemették, és ahol a feltámadás megtörtént, amit a római katonák őriztek. Azt javaslom, ha majd Izrael újra kinyit, és újra lehet látogatni ezt a helyet, ne hagyják ki, érdemes megnézni, mindenkinek a lelkiismeretére, saját megérzésére bíznám azt, hogy próbálja meg átérezni a helynek a szellemét, de nekem az volt az érzésem, hogy ez a liget sokkal inkább alkalmas a koponyadomb alatt ezt az érzést megérezni, mint hát valljuk be a Szent Sír templom, ahol hihetetlen mértékű és mennyiségű a zarándokok tömege, ahol nem tudunk csöndben és nyugodtan lepihenni és átadni magunkat a hely szellemének, hiszen újabb és újabb zarándok tömegek jönnek, míg ez a kert, ami a régi damaszkuszi út mentén helyezkedik el, Gardentumnak, tehát a kerti sírhelynek nevezik, ez nem annyira zsúfolt, és én azt gondolom, nekem ez meggyőzőbb volt személy szerint. Érdemes ebben a kertben leülni és pár percre elmélyülni, azzal együtt, hogy természetesen a keresztút stációit is érdemes megkeresni. Amikor működik a turizmus, óriási a forgalom. Az élet úgy hozta, hogy annak idején én először akkor jártam, amikor éppen a berlini falat szétverték, és ez az első nagy intifáda idején volt, amikor a keresztút mentén levő palesztin boltocskák mind be voltak zárva, úgymond sztrájkoltak, teljesen néptelen volt ez az út, néhány turista lézengett ott csak, akkor megint ez a csönd és nyugalom fogadott minket, aztán most, amikor másodszor sikerült elmennem, valami iszonyatos embertömeg sodortott, tehát semmiképpen nem volt alkalmas arra, hogy megéljük ezt az érzést, viszont azt javaslom újra és újra a kedves nézőknek, ha lehetőségük van, keressék fel ezt a kerti sírhelyet, és próbálják meg átadni magukat a hely szellemének. Segítségként pár, hát ilyen rekonstrukciós fényképet azért szeretnék illusztrációként majd bevágni, nem is beszélek közbe, nézzék meg, próbálják meg átélni, milyen is lehetett akkor az a történelmi Jeruzsálem, ahol a megváltó, a tanítványok, a főpapok,
és Poncius Pilátus járkált. Remélem, hogy ez a rövid pár perc alkalmas lesz arra, hogy a nézőknek adjon egy pár gondolatot arra, hogy igen, ma is megélhető a kereszténység számára annyira fontos történelem. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!